legalapvető hiba, ami elköveti az ember, az az, hogy testnek gondolja magát. Mi most fogunk beszélni ötféle tudnivalót, ami nagyon fontos, hogy ismerjen mindenki. Öt téma. Első az, hogy mi nem vagyunk ez a test. Amikor ember azt gondolja, hogy én test vagyok, akkor egy ilyen egyszer használhatóvá válik az élet. Egyszer élünk, egyszer használható pohár, egyszer használható kanál, értéktelen az élet, mert úgyis meghalunk a végét. És valóság nem az. A valóság beszél arról, hogy mi lelkek vagyunk, nem vagyunk ez a test. Amikor ember belegabolyodik a testbe, akkor lélek erről elfelejti. Ezért próbáljuk meg most a szentírások segítségével visszaemlékezni és összerakni teljes képet, hogy valójában ki vagy te, ki vagyok én. Mert önbecsület hiányunk, a félelem, mindenki fele megfelelése, kényszer, ez hajtja most minket. De amikor ember ismeri magát, hogy lélek vagyok, akkor nyugalom, békesség és önbizalom uralkodik a szívébe. Sochan anna sochastvam pragava vadam shubashase gatasum agatasum cha nanu sochanchi pandita. Szóval ember, hogyha nem tudja, hogy én lélek vagyok, akkor bármilyen másféle akademikus tudás, coaching, mindig lesz socha, mindig ember fog aggódni. Ezért a fő alap, amire kell építeni az életet, ez arra, hogy mi lelkek vagyunk. Ez az első téma, amit mindenkinek tudni kell, hogyha valaki akar boldog lenni. És most elkezdjünk. Ez a test az ideglenesen. Ez a test megszületik, növekedik, utódokat létrehoz, beteg lesz, öregszik és meghal. De a lélek az nem hal meg, és lélek nem változik. De hínas minyata deheka umaram javaram dzsará, tehát hádhán teraprapit, díraz tátra nem uhjaté. Ugyanúgy, ahogy a test változik, a csecsemőkortól gyerekkorba, gyerekkortól serdülőkor, serdülő felnőtt, öreg lesz, beteg lesz, meghal, de a lélek mindig ugyanaz marad, és nem változik, és a lélek mindig utána új testbe születik. Mert gyakorlatilag egy élet alatt sok-sok testet cserél az ember. A lélek örök, nem változik. És ez én vagyok. És ez az érzés, ami mindenki tapasztalja, én vagyok, ez pont az, hogy léleknek a tulajdonsága. Mindig örök élek, nem változok, nem öregszik lélek, nem betegszik. Fegyverrel nem lehet megölni, tűzzel nem lehet elégetni. Viszont a lélek ebben a világban, amikor kerülő testet kell cserélni. Ebben a világban csak úgy lehet cselekedni,
hogy a lélek elfogadja durva fizikai testet. Közöbben van finom fizikai test, ami szellemi testnek neveznek. Amikor meghal ez a durva test, akkor a szellemi, finom fizikai testtel együtt a lélek kilép a durva testből, és akkor megy a következő testben. Itt már a reinkarnáció törvény lép be, vagy a karma törvény, mert azon múlik, hogy milyen cselekedetet végeztem, milyen érzelmeket tapasztaltam, milyen hangulatban voltam, olyan lesz a következő születésem. Szóval nem egyszer élünk, mostani életünk meghatároz a következő életet, következő testet. Mert bármilyen testbe kerülünk, minden állati, növényi testbe ugyanaz a lélek van. És hogyha az ember nem használja ki a lehetőséget, hogy megvilágosodjon, önmegvalósítást szerezzen, akkor nem biztos, hogy következő születés az emberi test. Valójában, hogyha valaki ezt megérti, már csak ez az első téma, hogy nem vagyunk ez a test. Hogy én örökké lélek vagyok, sose szűnek meg létezni, hanem csak vándorol testről testre, akkor már ez egy fontos gondolkodást el tud indítani az emberbe, akkor van egy esélyem megszabadulni a szenvedéstől, a haláltól, a betegségektől, végül sikeres és boldog lenni.